Azért kapnak nagyjából 7 milliárdos adókedvezményt a kaszinó tulajdonosok, hogy a lehető legrövidebb időn belül kiemelkedően magas jövedelmet szerezzenek. Ezt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter válaszolta egy szocialista országgyűlési képviselő kérdésére. Bangóné Bagoly Ildikó azt firtatta, hogyan lehetséges, hogy a koncesszióba kiadott kaszinók annyi kedvezményt kapnak, miközben a gyermek étkeztetése ennek az összegnek a harmada jut. A parlament tavasszal döntött 7 új kaszinó koncesszió kiosztásáról, ebből 5 Endi Vajnának jutott, aki a filmügyekért is felel kormánybiztosként. Egyre jobb alapjárás a kaszinót üzemeltetőknek. Először 2012-ben a játékgépeket tiltotta be a kormány, azóta csak kaszinóban lehet nyerőgépeket üzemeltetni. Tavaly ősszel pedig úgy módosították a törvényt, hogy levonhatják a koncessziós díjat a játékadóból. Ez Endi Vajna egyik cégének 1,5 milliárdos pluszt jelentett. Erről a Dunakorzó működő kaszinóról van szó. Társtulajdonosa a filmügyekért felelős kormánybiztos. Most 3 kaszinó van az országban, egy Sopronban, 2 Budapesten. Az egyik fővárosi a már említett Dunakorzón lévő, a másik 2 állami cég a Szerencsejáték ZRT működteti. A Nemzetgazdasági Minisztérium tavasszal 7 kaszinó üzemeltetési jogát osztotta ki pályáztatás nélkül. A döntés értelmében Endi Vajna 5-öt nyithat, az állami Szerencsejáték ZRT 1 jogot sem kapott. Így az eddig az államnak hasznot hajtó budapesti Tropicana vagy bezár, vagy Vajna üzemelteti tovább. Ráadásul még kedvezőbb feltételekkel. Ugyanis nyár elején úgy döntött a parlament, hogy a koncessziós díj után nem kell befizetni az áfát. Ez becslések szerint évi 1 milliárd forint plusz bevételt jelent a kaszinók üzemeltetőinek. Az MSZP-nél úgy számolnak, hogy a sok kedvezmény miatt évi 7 milliárdot bukik az állam, vagyis ennyi jut pluszban a kaszinókat üzemeltetőknek. Bangóné Borbély Ildikó ezért írásbeli kérdéssel fordult a nemzetgazdasági miniszterhez. Igazságosnak tartja a kormány azt, hogy addig, míg a haveroknak milliárdokat osztogatunk éves szinten, addig Magyarországon akár 500 ezer gyermek éhezését nem tudják finanszírozni. Varga Mihály írásban válaszolt. Szerinte az engedményeknek ösztönző szerepük van, mert a cégeknek így nagyobb lesz a játékbevételük, ezután pedig több adót fizetnek majd. Varga Mihály azt írta, idézem, a kedvezmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a játékkaszinópiac a lehető legrövidebb időn belül kiemelkedően magas jövedelem termelő szintet érjen el. A miniszter hozzátette, ez hozzájárul a gyermekétkeztetés finanszírozásához is. Szerettük volna megkérdezni, hogy az évi 7 milliárdosra becsült veszteség után pontosan mennyi pluszadóra számítanak a költségvetésben, és mennyi jut ebből a gyerekekre, de a Nemzetgazdasági Minisztériumtól adásunkig nem kaptunk választ.